Miskolc, idén április 24-én. Mennyi hamar jön már reggel? Messziről. Kérdő iskolajátet. Igen. Most mosolygó óra mutatjuk 9-et. Ott egy mosolygó óra mutatjuk 9. Lehet, hogy az út túloldalán vannak, azt mondták, hogy arra lehet jönni. És az az út, az meg még az épületen túl van. Kitől állted? Mondjad! Meg! Mivel lefelé már jártam. Régen volt ez a Fishbone nevű ruhamárka. Ez manapság eltűnt, úgy látom. Akármi oktatási intézmény is lehetett. Wow. És itt van egy nagy erkély is hozzá. Tanári erkéllyel. Erkély. Most itt van egy hiányzó fal. Nem volt itt fal, akkor látnád a falmaradványokat. Korlát volt, ja. Micsoda? Miért nem tud ez ráfókuszálni? Ez azt írja, vedd fel! Vedd fel, amit a képenyképező mutat! Itt vizet? Szerintem csak fényes. Úgy, hogy a felőre, ahol a
Találtam mosdót itt is. Hó, itt megy tovább felfele lépcső. Na várjál, beállok én is. Ez a gyújtjunk fel a tilfajú mozdulatokat. Mozdulatokat? Ja, tőt gyújtjunk fel. Gyújtunk fel. Nagyon jól tartunk fel. Akkor mehetünk még feljebb. Végtünk valamit? Van. Találtam lépcsőt, ami feljebb visz. Igen, van egy. Aha. Jó, és hát te is visz. Hú, ez olyan páratartalom. Fönn vagyunk a tetőtérben. Na ez menő. Amíg nem szabad a fejünkre, persze. Igen, ezt egy kicsikét korrigáljuk. Mosdók felirat. Ha tudom még értelmezni a cirill betűket. Tök jó, most bátran lehet sokat videózni, mert van pótaksim. Bátran lehet sokat videózni, mert van pótaksim. A végén még megvan a tető, és valunk közben két válasz van. Ez sötétedni, de még lát a telefon.
De itt se volt ablak, ez is nyitott volt. Fényérzékenység. Jönnek a nagy tulajdonságokról, a végtelen évekről, hogy jönnek, jönnek.